Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Trianoni békeszerződés. Közel 100 éve már, hogy aláírták, a következményeit nemzetünk még a mai napig sem dolgozta fel. Jelentős fejlesztések a Jászberényi Apponyi iskolában. Külső rész szigetelik, az iskola külső részét, külső új festést kap az iskola épülete. 165 éve született Vágó Pál festőművész. A jászsági alkotó előtt tisztelegtek a Szikra galériában. Köszöntöm nézőinket, ez a Hír 18, 18 szereplésről 18 órától. A Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap Magyarországon. Jászfény Szaruna a 2012-ben felavatott trianoni emlékműnél várták a megemlékezőket, majd Kis Gábor esperes plébános érseki tanácsos celebrált Szent Misét a római katolikus templomban. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az első világháborút lezáró békeszerződést, melynek gazdasági, társadalmi hatása a magyar történelem példátlan tragédiája. 5 évvel ezelőtt a parlament elfogadta a törvényt, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság történetének e szomorú dátumát a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Itt az idő, hogyha már megszülettél magyarnak, ne várd, hogy más állítson majd talpra. Jászfény Szaruna a trianoni békeszerződés aláírásának 92. évfordulóján avatták fel azt az emlékművet, mely hazánk megcsonkítását ábrázolja. Azóta minden évben ezen a helyen rendezi megemlékezését a város. Akkor miért is van Nemzeti Összetartozás napja? Hogy tanuljunk. Azért van Nemzeti Összetartozás napja, hogy vegyük végre észre, hogy egymás kezébe, egymás kezét megfogva, egymás segítve szabaddá válunk. A trianoni döntés értelmében hazánk csaknem kétharmadát a szomszédos országokhoz csatolták. A lakók száma 1910-ben közel 21 millió volt, a határ átrajzolása után nem érte el a 8 milliót sem. Győriné dr. Ceglédi Márta lélekemelő gondolatai után Nagy Józsefné idézte meg a 98 éve történt eseményeket. Az előttünk álló emlékmű szavak nélkül megérteti velünk a lényeget. A régi, nagy, történelmi Magyarország szétszakítását. Alapjaiban rázta meg az országot és a népet. A történelmi visszatekintő után koszorúkat helyeztek el a trianoni emlékmű lábánál, majd a megemlékezők átvonultak az első világháborús szoborhoz, ahol mécsest és gyertyát gyújtottak a hősi halottak tiszteletére. Jász Apátin már több éves hagyománya van annak, hogy a Gróf Széchenyi István katolikus gimnázium udvarán az országzászlónál a Nemzeti Összetartozás jegyében megemlékező mécsesgyújtást szervez a település önkormányzata. Idén sem maradt el, mi több, szívszorító előadás előzte meg a ceremóniát az intézmény kápolnájában. A magyar nemzet színeivel átölelt gyertya egy hamarosan 100 éves aláírt szerződés lesújtó következményeiért égett június 4-én a Jászapáti gimnáziumban. Magyarország halálos ítéletén rajta van a nyugati kultúra vége. Csak a lábait és karjait vágták le. Csak a gerincét roppantották szét, csak a mellkasát forkasztották be. De a torkát nem vágták át és a szívét nem szúrták keresztül. Ó, a bírák ítélete szigorú, de humán! Nem lehet feledni, nem, soha. Beszédes volt a címe annak az előadásnak, amelyet a Szent Mihály Szekere Vándorszínház közreműködői mutattak be. Walter Ferenc a Magyar Állami Operaház magánénekesének fájdalmas, megrázó, prózai, lírai szavalatait Spengler Krisztina zongora művész szakította meg játékával. Igazságot, igazságot! A vándorszínészek előadásában azon művészek, írók, költők, zeneszerzők gondolatait, érzéseit szólaltatják meg, versben, prózában, énekben, zongoraművekben, akik kortársként élték át Trianon tragédiáját. Magyar házak, magyar fák, mikor fogtok ti megint magyar szót hallani? Megértitek-e az idegenek nyelvét? Magyar életek darabjai maradtak benne.
Babits Mihály a Repülő falu című novella részlete csak egy szelet volt a közel 25 műsorszám közül. Mindegyiknek helye volt a fekete betűs napon, amit a közönség néma csendben, kiki könnyes szemmel hallgatott. A Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum a magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményéhez fűződik. Nem elsősorban azért, hogy Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának kétharmadát, hanem azért, mert az elcsatolt területeken több mint 3 millió magyar is élt. A gimnázium udvarán az intézményvezető gondolatai után az önkormányzat munkatársai, a helyi intézmények, szervezetek, egyesületek képviselői a Nagy Magyarország térkép elé vonultak, s mécseseiket annak körvonaraira elhelyezve fejezték ki, egy nemzet vagyunk a trianoni békeszerződés károsultjaival. Nemzeti Összetartozás napján emlékeztek Jászberényben a trianoni békediktátumra. Ünnepi beszédében Szentesi Zöldi László újságíró publicista arra hívta fel a figyelmet, hogy a múltban ragadt kesergés helyett itt az ideje a jelen kihívásaira figyelni, és tevékeny hazafiként mindenki segíthet összetartani a magyar nemzetet. Véres bor koponya pohárban, hagyj fel világ! Itt ki fenéki, itt ki hősiesen és bátran, most már mindegy, most rohanj végig a Téboly zöldvér útján. És Téboly, most már ne szemérmeskedj. Sas Zoltán kiváló gondolatisággal és finoman visszafogott érzelemtöltettel prezentálta Ady Endre E nagy tivornyán című költeményét, melyben a háború metaforái ellen tiltakozik a költő, miközben nemzet sorsontó hangvételébe belecseppenti félelmét, hogy a magyarság alig menthetően vérzik el a csatatereken és a politikai káoszban. Jó példa volt erre Trianon. Egy kicsit meghal ez az ország, vele haltak sokan, én is kicsit én is. Kicsit mindenki. Hiszen a trianoni békediktátum a világtörténelemben azóta is példátlan büntetés volt hazánkra. Máfi Ferenc a Jászmagyarok dalával korbácsolta fel a hallgatóságban rejlő nemzeti érzelmeket, melyek még most is magasra feltörnek, ha Trianont emlegetjük az anyahazában vagy az elcsatolt magyar lakta területeken. Aragott, keserűséget gerjeszt, vagy szomorú gyászt hint szét az emlékezők között. De jól van ez így. Gyásznak a mai nap helye nincs. Ha megemlékezünk is a trianoni békediktátumról, a nemzeti összetartozás napjaként kell gondolnunk június 4-ére, és nem azért, mert a kormány elrendelte, hanem azért, mert gondolkodó cselekvő magyarként egyszerűen nincs más választásunk. Az újságíró logikusan vezette le beszédének alaptézisét, melynek lényege, hogy a megváltoztathatatlan múltban rekedt dühös kesergés helyett itt az ideje a jelen kihívásaira figyelni és tevékeny hazafiként cselekedni a magyar nemzet összetartása érdekében. A publicista politikailag utasította el a revizionista célokat, de a mai globális kihívások miatt. Mint mondta, hamarosan a nemzetállamok összefogására lehet szükség az iszlám térnyerése ellen. Akkor Trianon egy önsorsrontó serves emlék lesz a kezünkben, ami megmérgezheti a jövőnket Európában. A munkámban próbálom azokat az értékeket közvetíteni, amelyek felemelik és nem lesújtják a magyar embereket. Hiszek abban, hogy a jelennel is ugyanannyit kell foglalkozunk, mint a múlttal, és ha valakiben megérzem a hasonló indítatást, megnyugszom, hogy sokan gondolkodunk így. Trianon ellen műveltséggel és nyitottsággal is lehet küzdeni. Az olvasott, világot jól ismerő magyar másképp látja a feladatait, mint az, aki a múltban él és különféle frusztrációk rabja. A nemzet bebizonyította, hogy képes élni akkor is, ha lemetszik tagjait. A csonka testben is felébred az erő, a tettvágy, amit érdemes arra használni, hogy élő, baráti és mindennapi kapcsolatokat építsünk a határon túli magyarsággal, hogy nemzeti hőseinkre és értékeinkre tanítsuk utódainkat. Egyszer ezekből az apró lépésekből épül fel az új Magyarország. De ezért dolgozni kell, mert nem adják ingyen, hangzott el az ünnepi beszédben. A megemlékezést koszorúzás zárta. Szabó Imre fia Béla szobrászművész a megtört nemzetet jelképező trianoni szobrának talapzatára helyezték el a remény koszorúit, a város előjárói, politikai pártok és civil szervezetek.
2017-ben több mint 150 millió forintos energetikai célú támogatást nyert Jászberény város Gróf Aponyi Albert általános iskolája, a kivitelezés pedig már javában zajlik. Kocka Tibor tagintézmény vezető nyilatkozott stábunknak a nyertes pályázat szükségességéről és annak gyakorlati megvalósulásáról. A tankerületi központ igazgatója Zsemberi Zoltán a város további iskoláinak várható karbantartási munkálatairól is beszámolt. Szembetűnő változás a Jászberényi általános iskolában. Új, modern nyilászárók kerültek a régi, elavult ablakok helyére. A település önkormányzata 154 millió forint vissza nem térítendő keretet nyert az intézmény energetikai korszerűsítésére. A külső rész szigetelik, az iskola külső részét, külső új festést kap az iskola épülete, pont az ellenkező színek lesznek, mint amik most megszokottak voltak. Azon kívül teljes nyilászárócsere, ami reméljük, hogy nagyban hozzájárul majd az energia megtakarításhoz, és új kazánokat fogunk kapni, amik szintén egy jelentős megtakarítás reményében kerülnek be a helyükre. A lassan 4 évtizedes épület esetén már időszerű volt a korszerűsítés, esztétikai szempontból is, ráadásul az energiahatékonysági fejlesztések megközelítőleg 40%-kal csökkenthetik az iskola rezsijét. Ahhoz, hogy a kivitelezés a kitűzött augusztus végi időpontra megvalósuljon, már a vakáció előtt szükséges volt a munkálatok megkezdése, így a kivitelező és az intézmény dolgozói fokozott figyelmet fordítanak a gyermekek biztonságára. Előzetesen átbeszéltük a kivitelezővel azt, hogy a munkálatok milyen sorrendben fognak történni, hogyan zajlanak le, és ennek megfelelően zárjuk az iskolának azokat a részeit, ahol éppen munkálatok folynak. Ilyenkor lezárjuk az ajtót, lajtókat, el vannak kerítésre zárva azok azok a részek, ahol a munkák folynak, így a gyerek nem tud oda menni. Egy másik, legfőképp a helyi kosarasok finanszírozásával történő projektben megvalósult az intézmény tornatermének padlócseréje, a mennyezetre LED világítást szereltek, és a vizes blokkok, öltözők teljes felújítása is folyamatban van. A Lehel Vezér gimnáziumban is nagy horderejű munkálatokat végeznek a tankerület központ 142 millió forintos támogatású, EFOP-os, sikeres elbírálást nyert pályázata eredményeként. Ebbe a 142 millió forintba gimnázium villamoshálózat felújítása, azt követő helyreállítása, valamint egy viszonylag nagy összegű, közel 25 milliós eszközbeszerzés került bele. A villamoshálózat modernizálása már egy régebb óta kidolgozott munkaterv alapján valósul meg a gimnáziumban. A vezetékelés miatt több helyen szükségessé vált a falak javítása is. Esetenként a termek teljes átfestésére volt szükség, de volt olyan terem is, amelynek teljes padlócseréje vált esedékessé beázás miatt. Van még egy intézményünk, ez a Szent István Általános és Sportgimnázium, amelybe ugyanígy EFOP pályázat keretében el fog indulni a beruházás. Az június 15-én ablakcserékkel, udvarfelújítással, mosdók burkolásával, illetve egy külső hőszigeteléssel egészül ki ez a beruházás. Bár tanítás nem lesz nyáron a jászberényi iskolákban, felújítás, korszerűsítés annál több. Egyebek mellett a Bercsényi úti iskolában elkezdődik az önkormányzat nyertes topos pályázatának kivitelezése, mely szintén egy energetikai beruházás, míg a zeneiskolában a csatornázás helyreállítását végzik. 165 éve született Vágó Pál a Jászság legnagyobb festőművésze. Régen és ma is nagy tisztelet illeti Vágó Pál munkásságát. Csavaros eszű, igaz és kemény jászember volt a térség pittora. Hamarosan jövünk a részletekkel, de előtte lássuk a térség legfontosabb híreit. A képviselőtestület döntése alapján folytatódott Jászkíséren a belterületi utak felújítása. Az elmúlt hónapokban 17 belterületi utat újítottak fel, ezek egy részét a közmunkaprogram berkein belül zúzott kőburkolattal látták el. Legutóbb a Viola és a Lilium utca kapott új aszfaltburkolatot. A további felújítások alatt is kérik a lakosság türelmét és megértését. Néhány nappal ezelőtt eddig ismeretlen tettesek megrongálták a Jász-Jákóhalmi sportpályán található öltöző bejárati ajtaját. Erről a helyi sportegyesület közösségi oldalán tájékoztatta a sportolni vágyókat. A közzétett fotón jól látható, hogy valamilyen éles tárgyal összesen 22 helyen szakították be az ajtót. Egyelőre keresik az elkövetőket. A sportegyesület pedig továbbra is várja a sportolni vágyó fiatalokat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság 2018. június 2-án Jászberényben rendezte meg az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottság által meghirdetett Közlekedik a Család elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedő megyei elődöntőjét.
A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos és balesetmentes közlekedés fontosságára. Emellett 2018 a családok éve, éppen ezért a rendőrség hangsúlyozza a szülői példamutató magatartás kiemelt szerepét és a család közösségnevelő erejét. A versenyző családok kereszttesztlapokat töltöttek ki, első segélynyújtási feladatokat oldottak meg, a felnőttek vezetéstechnikai tudásukat mérték össze, míg a gyermekek kerékpáros pályán mutatták meg ügyességüket. Nem csak jászfényszaru, puszta monostor is készül a 24. Jászvilág találkozóra. A községben működő, családokból álló kreatív csapat összefogásának munkáját láthatják a településen élők és áthaladók. Újra hasznosították a régi kerékpárokat, lecsiszolták és lefestették azokat, kosarat szereltek rájuk, majd abba virágokat ültettek. Eddig összesen 9 kerékpárt helyeztek ki puszta monostor különböző részeire. Sári Ferenc polgármester elmondta, hogy szerencsés, hogy ilyen lokálpatrióta, kreatív és odaadó közösség működik a településen. Ezzel is szeretnék üdvözölni majd a 24. Jászvilág találkozóra érkezőket, amit Jászfényszanon rendeznek meg június utolsó hétvégéjén. 165 éve született Vágó Pál a jászság legnagyobb piktora, az Ecset Petőfie, a nemzeti plenerfestészet egyik jelentős hazai alkotója. A jubileumokán emlékeztek kedden délutáni Jászverényben a Szikra galériában. Ezek az alkotások egy válogatott időszaki kiállítás részei a Szikra galériában. Vágó Pálnak a jászság nagyformátumú piktorának alkotásai, akiről kedden délután emlékeztek meg születésének 165. évfordulójának okán. Létrehozunk egy időszaki kiállítást, amely kiállítás reményeink szerint reprezentálja az ő munkáját. Szikra István galéria tulajdonos rövid felvezetéséből már érezhető volt az a mérhetetlen tisztelet, mely a jász értelmiség szerint megilleti a monumentalista képeiről elhíresült művészt. Jászapáti világhírnevét a község nagyszülöttjének, Vágó Pál festőművésznek köszönheti. Mint a magyar történelmi festészet egyik kimagasló alakja, ünnepelt festőink közé tartozott, és közben mégis az egyszerű emberek kedvelt alakja maradt. Közvetlen, segítőkész, lokálpatrióta létében, sosem feledte otthonát Jászapátit, ahová élete delén túl vissza is tért. Közben sikereket ért el Münchenben, Párizsban és itthon is. Dolgozott akkor legfontosabb művészeti vállalkozásaiban, mint a Feszti körkében, de készített számos megrendelést is, a portréktól a magyar történelem jelentős pillanatainak ábrázolásáig. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, hó! Szülővárosának jelenlegi polgármestere, a méltó megemlékezés és a hozott gondolati muníció mellett sem jött üres kézzel. Egy impozáns Vágó Pál életét feldolgozó in memoriam képes albumot adott át a galériának, ezzel is köszönve az alkotó emlékezetének fenntartását. A Redemptus jász családban nevelkedett, csavaros eszű, jó szónoklatú és kemény jászember közéleti szerepkörében is lubickolt a Pósa Lajos asztaltársaság tagjaként. Úgy kik voltak a tagjai, hát mégsem tudni, pörgetem. Tehát ezek azok az emberek, akik véleményt formáltak a meghatározó Lákosi Viktortól, Bőti Lászlótól, Herceg Ferenctől, Gyökösi Endrétől, tehát akik a század akkori időszak meghatározó művészeti, kulturális, szakmai vélemény formái. Megykó Béla helytörténeti kutató 3 történeten keresztül mutatott rá, hogy a kor nagy gondolkodója is, vélemény formálója is volt Vágó. Ez az ember ugye nem csak az ecsetjében volt nagy, hanem az agyában is nagy volt. Komolyan tudott gondolkodni, megfelelő rálátása volt, világlátása. És ez a festészetében is ugyanígy visszaköszön, nem csak a monumentális festészetében, amit mi monumentálisnak nevezünk szakmailag, nagyfelülteknek a történelmi festés témájú képeiben, hanem ugyanígy megnyilvánulunk az alföldi pikkurájában is. Csiszán Róbert meghívott előadóként beszélt az Ecset Petőfieként apostrofált alkotó művészi hagyatékáról. Külön kiemelte monumentális alföldi képeit, melyek a kor legnagyobb impressionista remek műveivel vetekedtek. Vágó Pál zsigerből tudta, hogyan kell egyszerű témákból a magyar plenerfestészet legjelentősebb alkotásait elkészíteni. Ez is mutatja haladó szellemű gondolkodását és élő kapcsolatát szülőföldjével. Ezen időszaki kiállításon kívül utcát és iskolát is nevezett el róla az utókor. Jászapáti mellszobra és sírja gondozásán túl egy egész helytörténeti gyűjtemény őrzi emlékét szülőházában.
Június első hétvégéjén befejeződött megyénkben is a labdarúgó bajnokság minden osztályban. Jászapáti újra szervezett futballcsapata a második helyen végzett a harmadik osztályban, és már az első szezont követően a megyei bajnokság második osztályában folytathatják az ősztől kezdődő küzdelem sorozatot. Az utolsó játéknapon a második hely biztos tudatában fogadták Jászapátin Tisza Bura futballcsapatát. Eleinte csak tesztelték a burai kapust, például egy nagyszerű szabadrúgással. Később már ő is tehetetlen volt, hiszen a kezezését megítélt büntetőt a gólkirály jelölt Mennyhár Dani értékesítette. Sportszerűen játszott mindkét csapat, viszont a 35. percben mégis félbeszakadt a mérkőzés. Ennek előzménye, hogy a játékvezető szövegelésért túl szigorúan kiállított 3 vendégjátékost is, és emiatt levonultak a pályáról. Így nem maradt más hátra, mint az ezüstérem kiosztása jászapáti futballistái számára. Hogy azt látni lehetett, hogy a Turkeve ebből az osztályból velünk együtt, de ők egy kicsit előrébb tartanak, egy évvel hamarabb kezdték ezt a dolgot, és én úgy gondolom, hogy megérdemelten megnyerték a bajnokságot, de viszont mi meg megérdemelten a második helyen végeztünk. Az ezüstérem mellé még egy elismerés jutott a futballcsapat egyik tagjának, nevezetesen Mennyhár Dánielnek, aki 43 találattal lett gólkirály. Így rögtön az első évre ez egy szenzációs eredmény. Én mindenkinek csak köszönetet tudok mondani a játékos társaimtól keresztül az edzőn át, és mindenkinek, aki segített nekünk. Én úgy gondolom, hogy rengeteg van még ebben a csapatban, de jelen esetben elég volt ez a bajnoksághoz ennyi, amennyi kijött belőlünk. A második hely megszerzésében mindenképpen nagy szerepet vállalt a tavasszal visszatérő Vaják Péter is, aki 16 gólt szerzett. Hát én örömmel jöttem vissza Jászapátra, ugye itt kezdtem el, itt voltam NB3-os futbolista. Én örömmel, mikor Tajti Józsi megkeresett engem, hogy szeretné, hogy itt játszok, akkor örömmel jöttem vissza. És hogy érezted a csapatba a beilleszkedést, hogyan fogadtad a társak és a játékot, hogyan láttad? Hát ugye mivel apátim vagyunk, mindenki ismer mindenkit, úgyhogy nem volt nehéz beilleszkedni. A második hely egyben azt is jelentette a csapat számára, hogy ősztől a megyei második osztályban szerepelhetnek. Egy biztos bennmaradást meg kell, hogy célozzunk mindenféleképpen. Én azt látom, most jelen pillanatban lesz új játékos, az tuti. Még van egy-kettő játékos, aki jászapáti lakos, aki úgy néz ki, hogy esetleg visszatér hozzánk. De... Minden bizonnyal a lelkesedés továbbra is megmarad, és a második osztályban is sikeresen szerepel majd a jászapáti VS-e. Hamarosan nézőpont, kollégám és vendége már a stúdióban. Szervusz Laco, milyen témával foglalkoztok ma? Szia Kitti, köszönöm az érdeklődést. A mai nézőpontban a városi piac rekonstrukciójáról fogok beszélgetni, a vásárlói és eladói visszhangokról. Úgy gondolom érdekes a téma és sok embert érint, úgyhogy várom a nézőket a Hír 18 után. Érdeklődve várjuk, most lássuk főbb híreinket még egyszer röviden. Trianoni békeszerződés. Közel 100 éve már, hogy aláírták, a következményeit nemzetünk még a mai napig sem dolgozta fel. Jelentős fejlesztések a Jászberényi Apponyi iskolában. Külső rész szigetelik, az iskola külső részét, külső új festést kap az iskola épülete. 165 éve született Vágó Pál festőművész. A jássági alkotó előtt tisztelektek a Szikra galériában. Ennyi volt mára a Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, mert mindjárt kezdődik Nézőpont című magazinunk, pénteken pedig a Hír 18-ban ismét friss hírekkel jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.